Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Hírháttér itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Ha december, akkor téri fesztivál a Magyar utcán. Vendégünk a Flash Nonprofit Kft. Igazgatóhelyettese, a téri fesztivál programjának koordinátora, szervezője Pillár Katalin. Sok szeretettel köszöntöm őt is itt a stúdióban. Ha a téli fesztivál, akkor egyből a Korcsolya pálya juthat eszünkbe, hisz idén is lesz. Egy picit már előbb is kezdődik a téli fesztivál ezzel. Hol is lesz ez a Korcsolya pálya? Mikortól lehet igénybe venni, mikortól lehet felcsatolni a korcsolyákat? Igen, idén december 1-től január 1-jéig nyit a Korcsolya pálya, és ezúttal is a Város Üzemeltető és Fenntartó Kft. Jóvoltából. De maga a téli fesztiválnak a rendezvényei kicsit később kezdődnek. December 5-én szerda délelőtt 10 órától az óvodásokat várjuk a Magyar utcára, amikor is meginvitáltuk őket egy fenyőfa díszítő versenyre. Ennek a versenynek az eredményhirdetése december 14-én pénteken este 6 órától lesz, és hát értékes jutalmat nyer. Reményeket sorsolunk ki a gyermekek között, majd ezt követően december 6-án Városi Mikulás napra várjuk a gyerekeket és szüleiket a Magyar utcára. Már reggel 9 órától találkozhatnak a Mikulással, aki folyamatosan este 7-8 óráig járja a Magyar utca területeit. Remélhetőleg sor kerül lovaskocsikázásra is, ahogy a múlt évben is sikerült ezt elintézni. Ezen a napon a gyermekek ingyenesen körhintázhatnak a Kozári család jóvoltából. 15 órától a Mikulás mellé két kis tündér is bekapcsolódik a szaloncukor osztogatásba, majd 16 órától elkezdődik egy zenés interaktív koncert, és ezt követően a Mikulással, manókkal, kis állatokkal és tündérekkel lehetőség lesz, hogy a helyszínen fotókat készítsenek a gyermekek, és ezeket a fotókat kézbe is vehetik, el is vihetik, de az internetre is fölkerülnek, és akinek kedve van és szeretni, az le is töltheti a gyermekeiről az elkészült képeket. Mikulás járja a Magyar utcát, és nem csak a gyerekek, hanem a szülők is kaphatnak ajándékot, de kell ezért tenni valamit, hisz általában Mikulás azért úgy szokott ajándékot adni, hogy egyrészt tudja, hogy viselkedett az a gyerek, de szerintem a felnőtteket is ismeri annyira, a nagykönyvében biztos benne van, de hogyha valaki esetleg egy picit rosszabb volt az év során, az gondolom egy énekkel, vagy egy szép versikével azért javíthat a statisztikáján. Így van, én is úgy emlékszem gyermekkoromból, hogy ahhoz, hogy valamit kapjunk, tenni is kellett érte. Szerintem a Mikulás elfelejti azt, hogy valaki rossz volt az előzőekben, ha énekel vagy verset mond, és ezt nem csak a gyerekekre vonatkozó, hanem a felnőttek is tegyék meg, amit meg tudnak tenni. Ha valaki szeretné tudni, milyen programok lesznek, azt gyorsan el is mondom már most is, hogy egyrészt a Moson-Vár megye aktuális számában meg lehet találni a programokat, illetve a Flash Nonprofit Kft. Által kiadott programfüzet is hosszú oldalakon keresztül ismerteti azt, hogy milyen programok is lesznek, én is néha majd puskázni fogok ebből, hisz rengeteg minden lesz ezen a fesztiválon. Hogyha maradunk ennél az ünnepségnél, akkor itt elvileg mesehősök is megelevenednek, óriásbáb alakban, különféle Halánc Judit, Grílus Vilmos szerzeményekkel, rajzfilm, slágerekkel, itt akkor énekelni is lehet, remélhetőleg azért bekapcsolódnak a gyerekek is, és akár a felnőttek is, hisz nem csak róluk, gyerekekről szól, hát a család is nyugodtan töltse együtt kellemesen ezt az időt. Így van, az a célunk, hogy egy adventi hangulatot teremtsünk megfelelő műsorokkal, és valóban akkor ideális a hangulat, hogyha a gyermekek ezeket a közkedvelt és ismert dalokat éneklik. És szerintem a szülők fülében is ismerősen csengenek majd ezek a dallamok. Természetesen nem csak gyermekprogramokkal várjuk a kedves érdeklődőket, hanem fúvós zenekarok lesznek, mint ugye a Moson-Magyaróvári Küne és Mufém Fúvós ZRT is ellátogat hozzánk, de a kórusaink is megjelennek, és minden péntek és minden szombat este 7 órától, igazodva a mise időpontjához, sztár vendégeket várunk. Tudnunk kell, ugye december 7-én pénteken például Gesztesi Károly és Pintér Tibor lesz a vendégünk. December 8-án szombaton este Király Viktor látogat el hozzánk. 14-én pénteken Szabó Ádám tangó harmonikájával, és 15-én Vastag Tamás lesz a fesztiválnak a vendége, de természetesen nem csak ők lesznek a felnőttek, hanem számos Moson-Magyaróvári művészeti csoport és a kistérségnek a táncos zenés csoportja is. A hétköznapok hasonlóan zajlanak majd, ahogy az előző évben, hétfőtől csütörtökig 5 órától minden nap óvodás csoportok lépnek föl, 17:30-tól pedig az iskolás csoportok adják a műsort, és természetesen egy kicsit megtuningolva a péntek szombat.
Az adventnek jellegzetessége, és ez a városban is évről évre már hagyomány, hogy főleg amit a téli fesztiválban, akkor már a rendezvénysátorban, az adventi gyertyán is, vagy adventi koszorún is meggyújtják folyamatosan a gyertyákat. Ugye ez is egy szép ünnepség lesz, hogy a kulturális programok között némi hagyományőrzés. Illetve a hétvégi napokon tavaly is már voltak különféle bütykölő foglalkozások a rendezvénysátorban, különféle ajándékkészítés vagy kedvességkészítése, hisz ezek nem nagyon kerülnek sokba, viszont nagyon kellemes ajándékot lehet adni a családoknak, de én még valami csoki kóstolást is olvastam. Így van, a december 8-a ez egy kiemelkedő nap lesz, hiszen teljesen eltér az eddigiektől, illetve ami most lesz attól is. Sajnos arra nem volt lehetőség, hogy egy igazi disznóölést bemutassunk, de tudjuk imitálni a mozzanatait, tehát december 8-án 10 órától indítjuk a Magyar utcán a rendezvényeket, ahol is egy egész disznót fognak nekünk hentesek földarabolni, és hát ugye előkészíteni a különböző munkálatokra, lesz hurka, kolbásztöltés, hurkaabálás, töpörtyű sütés, és ezeket az ételeket ugye ki is sütik, nem csak hogy megtöltik, és remélhetőleg dél egy óra környékén már tálalni tudjuk konyhakészen. Ezeket nagyon kedvezményes áron lehet majd megvásárolni, és emellett pálinka kóstolásra kerül sor mondjuk fél egytől fél kettőig, de lesz igen csoki kóstolás a nap folyamán 2:10-ben is, délelőtt és kora délután. Ezek kézzel készített csokoládék, nagyon-nagyon finomak, úgyhogy érdemes kilátogatni, és valóban nagyon sok kézműves foglalkozásra várjuk a gyerekeket, lesz csuhézás, gyertyamártás, mézes kalácsot süthetnek helyben, tehát gyúrnak, díszítenek, kisütik, és elvihetik a gyermekek. És hát emellett ugye karácsonyfa díszeket is készítünk, nem csak papírból, hanem fából is. Úgyhogy az egész nap folyamán este 8 óráig folyamatosan zajlanak ezek a kézműves foglalkozások, és remélem, hogy nagyon sokan ellátogatnak hozzánk. Egy nagy koprodukcióban készül ez a téli fesztivál, hisz nem csak a programokat összeállító Fresh Non-Profit Kft., hanem a faházaktól elkezdve a rendezvény különféle technikai elemeit a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Biztosítja, de hát szerencsére a Magyar utca különféle üzletei, illetve hát az éttermek is csatlakoznak hozzá. Nehéz összehozni egy ilyen fesztivált? Nem egyszerű. Hónapokkal ezelőtt elkezdődnek a munkálatok, ahogy minden egyes nagy rendezvénnyel kapcsolatosan, és én itt szeretném is megköszönni a Magyar utcán elhelyezkedő üzleteknek a segítségét. Már az elmúlt évben is nagyon nagy segítséget adtak nekünk. Nagyon nagy összefogásra volt példa, ami most idén még inkább kibővült. November 7-én volt egy találkozó a Magyar utcai üzletek számára a Városházán, és ott az ő kezdeményezésükre született egy elhatározás, ami tulajdonképpen összefogja őket. Az üzlet tulajdonosok közül két hölgyet szeretnék kiemelni, Török Katalint és Kengyelné Pap Mónikát, akik segítségünkre voltak, és buzdítják a kollégákat az adományozásra. Ez nagyon nagy segítség a mi számunkra, és remélhetőleg az ő számukra is. A vendéglátósok továbbra is fönntartották azt, hogy a gyerekeket, a felnőtteket, a fellépőket megvendégelik egy pohár teára, egy pohár borra, és hát remélem, hogy jól fogják érezni magukat a fellépők is. Kicsit tovább lépve, hogy az egyik nagy attrakciója ennek a fesztiválnak a civilek karácsonya, ami énekléssel, szeretett kalácssal és rengeteg különféle közösségteremtő programmal indul, hiszen a Magyaróvári Plébánia templom előtti téren, a bejáratnál a plébánia és a templom között idén is összegyűlnek az énekelni szeretők, hisz nem csak a kóristák jönnek oda, hanem azok, akik szeretik a karácsonyi énekeket, és tavaly is egy fantasztikus hangulat kerekedett ki, hogy több százan énekeltünk különféle karácsonyi dalokat az eső ellenére. Így van. Körülbelül 3-400 ember volt kint a templom előtt az elmúlt évben. Én remélem, hogy ezt az áhítatot, ami ott kialakult, azt a bensőséges hangulatot sokan megirigylik, és most még többen látogatnak ki. József atya ezúttal is vállalta ezt a kis misét, ami délután 4 órától kezdődik, és kis Veronika lesz ismét a kórusnak a vezetője. Egyelőre még nem tesszük nyilvánossá, hogy melyik lesz az a három dal, amit éneklünk, de biztos vagyok benne, hogy olyat választ a Vera, ami mind
mindenki számára ismert, ami nem igényel külön próbát. Ezeknek a daloknak a szövegét mi ott helyben osztani fogjuk, ugyanúgy a gyertyákkal, hogy a hangulatot még inkább fokozzuk, és ezt követően a kórusunkat és bárkit, aki kilátogat hozzánk, várjuk a rendezvény sátorba, ahol ismét sor kerül a 100 méteres szeretett kalácsosztására. Ezúttal is a Szent György lovagrend szervezésében, illetve hát, ha jól tudom, a Lipóti Pékség biztosítja ezt a 100 méteres szeretett kalácsot. Jó hosszú szokott lenni. Ugye 100 méter az elég hosszú, és az ember nem is gondolná, hogy Magyar utca ilyen hosszú, hogy milyen messzire él a kalács. Így van, és egy remek vendéglátós segítségével pedig ismét lesz meleg teaosztás. És ezen a napon még színpadra lép a Maja trió is, akiket már én úgy gondolom, hogy a nyári fesztiválról, egyéb rendezvényekről nagyon ismernek, de ezúttal csak karácsonyi dallamokat hallhatunk tőlük. A téli fesztivál záró akkordja, hogy maradjunk egy kicsit a zenei nyelvezetnél, ez pedig a városi szilveszter lesz, egy picit arrébb költözik, mármint hogy a téli fesztiválhoz képest, de marad a szokásos, hagyományos helyen, hiszen a Deák tér nagyon alkalmas arra, hogy téren, főleg szilveszterkor, amikor autókkal már úgyse nagyon járunk, hisz mindenki igyekszik valahova szilveszterezni, akkor ezen a hatalmas téren ismét jó hangulat legyen. Igen, remélem, hogy ezúttal is sokan jönnek el a Deák térre. 21-én ugye este véget ér maga a téli fesztivál, de a munka számunkra nem. Tehát a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Munkatársaival elkezdődik egy, ahogy mondtad, egy áttelepítés egy másik helyszínre, ami két ünnep között fog fokozódni, és december 31-én ugye 23 órától várjuk a vendégeket a szokásos éjféli kocintásra és tűzijátékra, és ezúttal az Intermezzo Latin Club nevezető zenekar muzsikál nekünk hajnali 2-ig. Érdekes latin hangulat szilveszterkor, az embernek hirtelen nem az jut eszébe egy téli fesztiválon, főleg, hogyha kicsit esik a hó, mondjuk hangulatos szilveszterkor, hogy latin zenére forrósodik az ember vére, tehát akkor úgy látszik, hogy belülről is majd jön valami motiváció arra, hogy ez hajnali 2-ig. Természetesen akár nem csak latin muzsikát zenélnek, de ez a profiljuk, de én úgy gondolom, hogy a latin muzsika az nagyon-nagyon közkedvelt napjainkban, bármilyen más slágert el tudnak játszani. Akkor azért még annyit ismételjünk el, hogy van egy részt a kis füzetecske. Így van. Ebben megtalálhatók a programok. A bizonyos határidők is benne vannak, tehát azért ez az ovis karácsonyfa díszítés, ez nagyon érdekesnek tűnik, úgyhogy érdemes már készíteni a díszeket. Illetve a Moson vármegye aktuális számában is egész oldalon lehet elolvasni azt, hogy pontosan melyik óvoda, melyik iskola hogy fog párhuzamosan fellépni, tehát melyik napon ki fog fellépni. Gondolom a szervezésből még azért vannak hátra dolgok, hiszen a program elkészülte az egy dolog, de hát ugye a helyszínen is biztosítani kell azt, hogy minden flottul menjen, és azért erre a munkatársaival Flash Non-Profit Kft. Mindig is odafigyel, hogy minden biztosítva legyen. Én elmondó vagyok, hogy mindenki nézegesse ezeket a programajánlatokat, hisz számos színes programmal kedveskednek idén is a városlakóknak a szervezők. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát ahogy programajánlókkor szoktad mondani, reméljük, hogy mindenkivel, egyre több emberrel fogunk találkozni ezen a téli fesztiválon. Kedves nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!